támogatás az időseknek. Karácsonyig minden nyugdíjas megkapja az Erzsébet utalványt. A szakemberek estéje. 89-en vehették át mesteri címüket. Megújuló pálya és futófolyosó. Fejlesztik a Békéscsabai Atlétikai Centrumot. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az országgyűlés csütörtökön tárgyalta azt az 5 párti határozati javaslatot, amely külön-külön emléknapokat hozna létre a magyar sport, a parasport és a diáksport tiszteletére. A javaslat szerint az 1875-ben megrendezett első szabadtéri sportverseny évfordulóját május 6-át nyilvánítaná a Magyar Sport Napjává. A Magyar Paralimpiai Bizottság javaslatára a mozgásgátoltak Halasi Olivér Sportklub megalakulásának napja február 22-e lenne a Magyar Parasport Napja. A fiatalok rendszeres testmozgását támogató hazai szövetség már hosszú évek óta minden szeptemberben megrendezi a Magyar Diák Sportnapját. Ezt a kezdeményezést most az országgyűlés is elismerné. A tervezetet Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is támogatta, hangsúlyozva, hogy a sportnak közösséget összetartó és teremtő ereje van, és jelentős gazdasági tényező is. A javaslatról a parlament később dönt majd. 10 000 forint értékű Erzsébet utalványt biztosít a kormány minden nyugdíjasnak, illetve a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek 2017-ben is, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere szerdán. Az utalványt várhatóan még a karácsonyi ünnepek előtt készhez kapja minden nyugdíjas. Apáti Istvánné éppen unokájának csomagol ebédet. Azt mondta, az előző évben is kapott Erzsébet utalványt a kormánytól, amely nagy segítség volt számára, hiszen ebből vásárolt az ünnepekre. Tavaly is kaptunk utalványt, 10 000 forintot minden nyugdíjas, vagy aki ebbe a kategóriába lett sorolva. Hát ez jó kiegészítő az év végére, és az idén is kaptunk. Hát én legalábbis örülök neki, de gondolom mindenki. Örömmel veszi a kis plusz pénzt, van hova költse az ember. Azt, hogy a nyugdíjasok idén is kaphatnak Erzsébet utalványt, a stabil pénzügyi helyzet, a jó költségvetési gazdálkodás és a gazdasági növekedés teszi lehetővé, közölte szerdán az Emberi Erőforrások minisztere. A nyugdíj kiegészítéssel és a nyugdíjprémiummal növelt novemberi nyugdíjak postázása az már jelenleg is zajlik, most ehhez egy újabb támogatást szeretnénk hozzátenni. A miniszterelnök javaslatára a kormány úgy döntött, hogy idén is biztosítja a nyugdíjasoknak a 10 000 forint értékű Erzsébet utalványt. Ezzel a gesztussal szeretnénk kifejezni, hogy megbecsüljük az időseket, és szeretnénk ilyen módon is hozzájárulni az ünnepi készülődéshez. A miniszter hozzátette, hogy november 24-én közel 2,7 millió nyugdíjasnak kezdik meg az Erzsébet utalványok postázását. Az arra jogosultak várhatóan még a karácsonyi ünnepek előtt készhez kapják a juttatást. Főként a Modern Városok program Békéscsabai vonatkozásáról és a keret megállapodással kötött közbeszerzési eljárásokról volt szó, azon az ülésen, amelyet soron kívül hívott össze Békéscsaba polgármestere. A tanácskozáson arról határozott a képviselőtestület, hogy támogatja azokat az energetikai korszerűsítéseket, amelyek többek között az okos közvilágítás kialakítását, a geotermikus erőforrások kiaknázását és az intelligens közlekedés vezérlési rendszer létrehozását célozzák. Ahhoz, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak, még a kormánynak is jóvá kell hagynia a tervezetet. A közgyűlés rendesülése egyébként november 23-án lesz, ekkor tartják majd a városi közmeghallgatást is. Szerda este vehették át a mesterképzésben résztvevő szakmunkások a mesteri címüket. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az avató ünnepségen úgy fogalmazott, hogy szükség van a jó szakemberek képzésére, akik a jövő generációját is tudják majd oktatni. Éppen azok a személyek tesznek szakmai esküt, akik szerdán kapták meg a mesteri címüket. Ebben az évben 116-an tettek sikeres vizsgát, közülük 27-en már korábban, 89-en pedig a Fédra rendezvényközpontban vehették át munkájuk elismerését. Volt olyan résztvevő, aki már gyermekkora óta tudta, hogy abban a szakmában akar majd elhelyezkedni, amelyben ma is dolgozik. Szüleim katonák voltak, és amikor édesanyám bevitt engem a munkájére, akkor ugye a benti menüt tettük, és akkor én mondtam anyukámnak, hogy
na anya, én ennél sokkal jobbat fogok neked főzni, és igazándiból én már gyerekkorom óta ezt a szakmát szeretném űzni. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a mesterképzés célja az, hogy az országban minél több legyen a kiváló szakember, és az, hogy a lehető legmagasabb szinten adják át tudásukat a jövő generációjának. 900 cégről van szó, akik most jelenleg ennek a fele aktívan közreműködik, mintegy 55 szakma gyakorlati képzésében. És ehhez és emiatt is kellett itt a mester cím szerzését felgyorsítani, és az utóbbi években, 2014 óta a fölgyorsult több száz mesterlevelet adtunk át. A kamara ebben az évben egy könyvet is kiadott, amely a 2017-ben mesteri avatott szakemberek életpályáját mutatja be. Mészárosné Szabó Anna kiemelte, az volt a céljuk, hogy példát állítsanak a fiatalok elé. Pályaorientációs célt is szántunk neki, hiszen ebben a könyvben élettörténetek jelennek meg, benne vannak az ebben az évben mester oklevelet kapott mestereink, és hát ők mondják el, hogy miért választották az adott szakmát, és úgy gondoljuk, hogy a gyerekekkel jobban el tudjuk fogadtatni azt, hogyha látnak egy élő embert, aki ezt a szakmát választotta. A rendezvényen elhangzott, hogy a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara szeretné növelni a mesterképzésben részvevők létszámát, hiszen országszerte nagy igény mutatkozik a kiváló szakemberekre. Felmerült az Andrássy úton kialakítandó kerékpárút igénye is azon az egyeztetésen, ahol Békés Csaba polgármestere fogadta többek között a város diák alpolgármestereit. A találkozón összesen 11 tanuló osztotta meg személyes elképzeléseit Szarvas Péterrel. A polgármester minden évben lehetőséget biztosít arra, hogy a városi diákság küldöttei, valamint a tanulók is személyesen felkeressék problémáikkal és kérdéseikkel. Azért jó egy ilyen nap, hogy el tudjuk mondani a polgármester úrnak, hogy miket tervezünk. Ezen kívül diák szempontból is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, nagyon nyitott az, hogy a polgármester úr fogadja a diákokat, így bármiben ugye idejöhetünk, és annak nagy valószínűséggel lesz következménye. A fogadónapon harangozó István és Fazekas Zsolt léphetett először a polgármester irodájába. A két diákkal polgármester arról beszélt, hogy melyek azok az ifjúsági rendezvények, amelyeket a Garabonciás Napok kampányprogramjából mindenképpen megvalósítanának a közeljövőben. Kérdezték, hogy hogy lehet a kerékpár úthálózatot bővíteni az Andrássy úton. Tettek javaslatot arra, hogy a jövő évi rongyoló fesztivál nyáron hogyan bővüljön. Arra is nagyon jó ötletet mondtak számomra, hogy a Békés Csaba 300 jövő évi ünnepségsorozatba hogyan lehetne a diákságot bevonni, milyen pályázati felhívással lehet az érdeklődésüket felkelteni. A városvezető Szenes Patrikkal, a Békés Csabai Diák Önkormányzat alelnökével és Arbel Dániel diák polgármesterrel 11 középiskolás tanulót fogadott a délután folyamán. A Magyar Tudományos Akadémia 14. alkalommal rendezi meg a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű országos és határon túli programsorozatot, amelynek idei mottója az emberközpontú tudomány. A rendezvény célja, hogy rámutasson a tudomány rendkívül gyors fejlődésére. A Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke a designer drogok veszélyeiről tartott előadást. Kiemelte, minden korosztályt érintő témát hozott a konferenciára. Azt gondolom, hogy ez egy sajnálatosan nagyon aktuális téma. Úgy próbálok bemutatni egy kémikus szeméből, egy gyógyszerkutató szeméből, a szemszögéből ezeket a dolgokat, hogy rámutassak mindenki számára abszolút érthetően, hogy ez mennyire hatalmas veszély bárki számára. Az érdeklődők különböző színes előadásokat hallgathattak meg a Csabai kampuszon. A konferencián elhangzott, a Békés megyei vállalkozások fejlődésében egyre nagyobb szerepet kapnak a robot technológiával felszerelt gépek.
Szeretném bemutatni azokat a trendeket, amelyek fontosak lehetnek a mai vállalkozóknak, megvitatva azt, hogy megnézve azt, hogy ezek a vállalkozók ezeket a 21. századi technológiákat milyen módon tudják Békés megyében hasznosítani, illetve hogy ezek az exportképességükre milyen hatással lehetnek. Dr. Árpási Zoltán egyetemi docens hangsúlyozta, régi törekvés, hogy minél többen ellátogassanak a csabai karra, így a konferencia is egy jó lehetőség arra, hogy többen megismerhessék az iskolát. Most az emberközpontú tudomány a szlogen, illetve a motto. Én úgy gondolom, hogy ez minden eddiginél erősebben hívja fel arra a figyelmet, hogy a világ változik, és nagyon gyorsan változik nagy napjainkban, sokkal gyorsabban, mint ahogy 20 vagy 30 éve éltek az emberek, vagy élték mindennapjaikat. Ennek nyilván része a digitalizáció. A programok között nem csak előadások szerepeltek, ugyanis az érdeklődők a kampusz kutatóinak munkáival is megismerkedhettek. 60 évvel ezelőtt volt utoljára jégpálya Békéscsabán, de tavaly megvalósult ismét sok gyerek álma. A szezon szerdán indult a megyeszékhely igazi jégpályáján. Még csütörtökön is ingyen várta a téli sport, a korcsolya vagy éppen a jéghoki szerelmeseit a csabai rendezvénypajta. Oké, három pasi a családban, mind a hárman koriznak, úgyhogy most már muszáj lesz nekem is. Ez az anyuka a fiával Romániából érkezett Békéscsabára, és elmondása szerint jó minőségű a pálya, és ez van a legközelebb nagy szalontához. Az a védőnadrág, de teljesen biztonságos ez a sport. Ennél a családnál apáról fiúra száll a téli sport szeretete. A nagyobb fiúk már évek óta hódol a jégkorongnak. Most már a kisebbet is heti háromszor hozza edzésre Romániából. Apának a nagy kedvence volt, mindig is arról elmondozott, hogy egyszer majd hoki játékos lesz. És hát így összejött, mivel a csabaiak hál' Istennek helyi téren is befektetnek, és tudtak csinálni egy ilyen nagyon profi jégpályát. A jégpálya ötlete még tavaly pattant ki az egyik helyi vállalkozó fejéből, aki hamar meg is valósította az elképzelését. Nagy többségben most még a gyerekek és szüleik próbálgatják a pályát, van, aki némi segítséggel. A csabai farkasok jégkorong csapata még csak pár hónapja alakult. Sok fiatalnál ezek még csak az első szárny próbálgatások. A klub jelenlegi edzőjének korábban volt saját amatőr csapata, és tavaly érkezett a felajánlás a pálya tulajdonosától, hogy alakítsanak egyesületet az ő támogatásával. A kezdeményezés mellé a szövetség is odaállt. Tehát a Jégkorong Szövetségnek ez a célkitűzés, hogy minden megyeszékhelyen legyen egy teljes értékű csapat, tehát mi is egy-két-három év múlva már azt szeretnénk, hogyha felnőtt csapatunk is lenne, aki a OB-ba indul. Most, hogy az melyik csoportba, hogy valószínűleg másod vagy harmad osztályba, de valahol el kell kezdenünk, onnan már 2-3 év múlva saját nevelő játékosainkat is tudjuk ebbe versenyeztetni, tehát tapasztalatot szerezni. A klub folyamatosan várja a jelentkezőket, a jégpálya kapui pedig március végéig állnak nyitva a téli sport szerelmesei előtt. Lehet korizni, lehet egy kicsit jéghokizni majd. Ugye folyamatosan jégdiszkó lesz, és a vállalkozó szellemű szerelmes párokat pedig még jégesküvőre is csábítják majd itt a rendezvénypajtában. Most pedig sporttal folytatjuk. A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége prioritásként kezeli a Békéscsabai Atlétikai Centrum fejlesztését. Erről biztosította a város és a helyi klub vezetőit a szövetség elnöke szerdán Békéscsabán. Gyulai Miklós hozzátette, a szövetség számára ez azért is fontos, mert a város és a KOB Békéscsabai Atlétikai Klub vezető szerepet tölt be a hazai sportéletben. Közösen járta be Gyulai Miklós a város és a Békéscsabai Atlétikai Klub vezetőivel a Tünde utcai atlétikai centrum létesítményeit. A szövetség elnöke felmérte, hogy milyen felújításokra lenne szükség a következő két évben. Itt velem szemben van egy dobópálya, én szerintem azért erre ráfér a korszerűsítés. Én kíváncsi vagyok a futófolyósóra, itt az elképzelések szerint ugye egy klubházat és egy lelátót is szeretnénk a pálya mellett összehozni, ami alá esetleg egy futófolyósó beférhet majd, kicsit segítve a jelenlegi nem túl jó állapotban lévő futófolyósót, vagy tehermentesítse egy kicsit. És megnézzük a pályát is, hiszen ez most már több mint 10 éves. A szövetség számára a kormány évente 900 millió forintot biztosít fejlesztésre, hangsúlyozta Gyulai Miklós. Hozzátette, ebből az összegből a MASZ 3-4 beruházást tud támogatni, és Békéscsaba is jó eséllyel pályázhat a közeljövőben.
Körülbelül egy 300 millió forintnyi felújítás valósulna meg itt egy újabb futófolyosóval, lelátóval, pályarekonstrukcióval és nemzetközi versenyekre alkalmassá tétellel is ennek az atlétikai pályának, úgyhogy ez számomra, mint az atlétika klub elnökének is egy óriási nagy öröm, de gondolom leginkább a sportolóknak, hiszen a sportolási körülmények, lehetőségek bővülnek, javulnak, illetve megújulnak. A Békéscsabai Városvezetés és a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, az önkormányzat, a helyi atlétikai klub és az országos szövetség együttműködéséről is egyeztetett szerdán. Mindenképpen szeretnénk szorosabbra fonni az együtt gondolkodást, az együttműködést, hogy Békéscsabán a jelenlegi atlétikai rang megmaradjon, minél több fiatal gyermek szeresse meg az atlétikát, legyen jelentős utánpótlás bázis, hogy legyenek újból Bai Balázsok, és legyenek újból Márton Aniták Békéscsabán. A város polgármestere szerint a klub országosan is eredményes utánpótlás nevelésének és a sikeres olimpikonjainak köszönhető, hogy a szövetség komolyan támogatja a következő években a békéscsabai atlétikai sportlétesítmények fejlesztését. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!